Most, hogy kitárgyaltuk ezt a témát magaddal, szerintem egészen... Hát... Gusztustalan volt! Egész egyszerűen gusztustalan volt a prozódia, a dallam, komolyan, mintha csak egy kenguru írta volna, mint szépítsem a dolgot! Ha nem lett volna a nagyszerű színpadi jelenléte ennek az egészen zseniális művésznek, aki itt áll mellette, már rég félbe szakítottam volna. Maga Thomas ezennel megbukott. Hogy? Na de... És a továbbtanulás a iskolánkban igen komoly veszélyben van, úgyhogy vigyázzon! Most pedig leülni. Köszönöm. Köszönöm. Most 5 perc szünet, utána pedig Claudia és Heronimo párosával folytatjuk. Tom, ne keseredjél, nagyon szép dal volt, és baromi jól adtad elő. Ja, hát úgy tűnik, hogy Gregorio nem így gondolja. Jó, ne is törődj vele, undok, Frater. Majd én kereskedem róla, hogy jobban bánjon veled. Igen, és hogyan? Mi, Dillard, értünk a meggyőzéshez. Halló, Ramajo? Igen, de muszáj most. A tér. Na jó, jó, akkor a téren. Ciao. Elnéz. Igen, igen, de hosszú, majd később elmesélem. Ügyes légy. Kicsit furának tűnik a csapkában vagy ilyen melegben. Nem tudom, csak akottam, nincsen meleged ennyi. Nem, nem, nyugi, semmi baj. Milyen kis duli-fuli vagy ma. Elnézést. Viló, merre vagy? Na de, történt valami sürgős? Jó van, már is megyek. Bocsánat, Nanaka. Legyen szép napod. Gregorio. Ott van. Violetta! Violetta! Gyere csak ide! Megtudhatom, mit keresel itt? Nem szeretem, ha egyedül mászkálsz. Jó, bocsánat, ne légy dühös rám. Nem, nem vagyok, csak aggódom. Miért hivattál ide? És mit keres itt, Kenji? Igen. Mi folyik itt, Violetta? Azt szeretném, ha kibékülnétek. Apa, szeretném, ha Angie hazajönne. Ramajóval magatokra hagyunk titeket. Ne, Vilu, maradjatok csak itt. Meg kell értened, hogy apáddal nekünk nincs mit megbeszélni. Jaj, de Angie, kérlek. De nem mehetek vissza hozzátok. De miért? Mert nem lehet, később megbeszéljük. Na jó. Na jó, vége. Indulás haza. De apa, nekem órám van. Akkor hiányozni fogsz. Most azonnal indulunk haza. Violetta, ne felejtsd el, azonnal indíts hazafelé. Violetta, gyere ide. Violetta, azonnal gyere ide. Az apád vagyok. Violetta, hozzá beszélek. Azonnal gyere ide. Menjen és keresse meg. Hozza haza. Biztos magának is köze van ehhez az egészhez. Violetta! Jöjjön és csukja be az ajtót. Hoztam csiszolópapírt. Ezzel dörzsöljem a homlokomat? Miért nem hozott akkor más padulát is? Nézze, legyen olyan drága, és menjen vissza az órára, jó kérem? Ha a gondolja van nálam, oldószer is. Ezt használtuk a bejárati ajtónk átfestésekor is, amikor tavaly újra kentük az ajtókat. Tűnjön el, mielőtt megnyitottok magával! Nem hiszem el, hogy ez a festék nem jön le semmivel. Nem, mert ez speciális festék. A NASA fejlesztette ki az űrhajók festésére. Hogy amikor levagyják az atmoszférát, ne kopja le a hőtől. Ugyanilyen jó. Kövesse az ujjamat. Kövesse az ujjamat. Kifelé! Jaj! Ez nem jön le semmivel. Tudni akarom, mi volt ez az egész Violettával. Hívjon, amint tud. Köszönöm. Mi történt? Beszélj! Beszélj! Mit kellene mondanom? Nem, beszéljünk! Nem, beszéljünk! Jó, beszéljünk. Beszéljünk nyugodtan. Herman, igazából azt szeretném, ha megbocsátanál. Herman, igazából Matthias azt szeretné, ha megbocsátanál mi? Neki. Nem, nem nekem, neked! Én semmit mondtam. Matthias mondtál. Á! Aj, nem bírom tovább. Nem bírom.
tovább. Nyugalom, megbeszéljük, mi a baj? Nem vagyunk jól, annyi konfliktus gyűjt meg. Nem vagyunk jól, annyi, jaj, ez nagyon hosszú. Mi a nagyon hosszú? Annyi konfliktus gyűjt meg köztünk. Annyi konfliktus gyűjt meg köztünk. Hogy igazából, amikor megpróbáltunk mindent rendbe tenni. Hogy igazából, amikor megpróbáltunk mindent rendbe tenni. Nem! Rendbe venni. Miben mesterkedsz? Jaj, de megijedtem. Mitől? Megijedtem, mert azt hittem. Tönkre megy a kettőnk ügye. Matthias megijedt, mert azt hitte, tönkre megy a ti ügyetek. Milyen ügyetek, valami üzlet? Mi van? Mit csinálsz? Nem, semmi, Olga. Én csak magamban beszélek, csak úgy meditálok. De igazából örülnék, ha kimenne és hozna nekem egy csésze zöld teát. Zöld teát? Egy zöld teát? Egy zöld teát, kérjen Olgától. De köszönöm, Olga. Köszönöm, Olga. Há, nincs mit. Nincs mit. Mi van Frannal, ő nem jön? Nem, és azt sem akarja, hogy mellé üljek. De fura, ha ismert? Azt mondja, hogy dalt akar írni. Szia, kis húgocsám! Srácok, mi történt Francescával a stúdióban? Rám se néz, még csak a rész cikiz úgy, ahogy szokott. Te nem csináltál vele semmit, ugye? Ne! Ne, dehogy is. Habár... annak nincs oda ehhez. Nézzétek, ott jön a parkett ördöge. Ó, javja, hogy egyszer javul. Ja, persze. Na hát, leüt. Biztos azt mondja. Ali kislány, hát te mit csinálsz itt egyedül, nem félsz? Erre meg ő. Hát tudod, a családom itt, ez az egész hely. Nem, szerintem ez sokkal inkább valami thriller lesz. Azt mondja, hogy amíg nem gyűjtöd be a kitöltött kérelmet, amit kértem tőled, addig fel sem állhatsz. Erre meg ő. Ó, hát nem gondoltam, hogy ilyen kis precíz csaj vagy. Nem is tudom, hogy most mihez kezdjek veled. Nem, inkább ezt mondja. Figyelj. Привіть, дівушка, віко, ти танцева? Ні, спасибо, моє дуже написано. Ой, давайте танцева. Ні, чао. До свидання. Ти, варя, мене не йде Бродвей. Шрабі, не йде. Франческа не мокав шемі ще тюле. Хоч я звіт свод, акур надьон, росвод. Хей, я, не левещетек. Na jó, de a lényeg az, hogy Francesca akkor mégsem csak rám haragszik. Na de ha nem rád haragszik, akkor csak is rám haragszik. Rád, de miért rád haragudna? Hát azért, mert mivel a büfé bajban van, és már a személyben végre találtak egy tökéletesen tűnő szakácsot, aki miattam lépett ki. És hát biztos azért van maga alatt. Szerelmem? Azt akarom mondani, hogy igazából szerelmem. Én csak azt szeretném, hogy boldogok legyünk, és... hogy Violetta is jól legyen. Hogy én csak azt szeretném, hogy boldogok legyünk, és Violetta is jól legyen. Én mindenben támogatlak, amiben csak kell, hogy újra béke legyen közöttünk. Én mindenben támogatlak, amiben csak kell, hogy újra béke legyen közöttünk. És ha úgy gondolod, hogy Angie-nek itt a helye velünk, abban is támogatlak. Nem hűlte meg. Hallgass! És mondd utánam! Ez az egyetlen módja, hogy kibékülj Hermannal. De csak gondolj a csíkazokra. Angie-t majd később lerendezünk. Ha úgy gondolod, hogy Angie-nek itt a helye velünk, én nem állok az utadba. Ha úgy gondolod, hogy Angie-nek itt a helye velünk, én nem állok az utadba. Köszönöm. Most pontosan erre volt szükségem tőled.